Az elvárás ugyan titkon magas volt, de ezt sikeresen megugratta a magyar csapat a téli siketlimpián, és nem is akárhogyan. A résztvevők sporttörténelmet írtak azzal, hogy megszerezték az első, sőt rögtön 3 érmünket Törökországban. Kattannak a fényképezőgépek a magyar téli siketlimpiai csapat köszöntőjén a parlamentben. 1949 óta rendeznek téli siketlimpiákat, amin a magyarok eddig kétszer vettek részt. 2015-ben és 2019-ben curlingben és síelésben képviselték hazánkat a sportolók, akik biztató helyezéseket értek el. Idén a 20. kelet-törökországi erzurumi versenysorozatban curlingben és sakkban szálltak versenybe. Ez a 3. téli siketlimpia volt, amin részt vett a magyar csapat, és ez volt az eddigi legeredményesebb is. Míg eddig nem sikerült érmet szerezniük a versenyzőknek, most egy ezüst és 2 bronzéremmel tértek haza. A 2 bronzérem a sakkozóknak, az ezüstérem pedig a női curling csapatnak köszönhető. Nagyon büszke vagyok rájuk. Túl teljesítette a csapat az elvárásaimat. Annyit kértem tőlük, hogy eredményesebben szerepeljenek, mint az előző siketlimpiákon, és titokban reménykedtem 1-2 éremben. Ehhez képest 3-at hoztak, úgyhogy sose legyen rosszabb, azt gondolom. Cseke Viktória sporttörténelmi sikert írt. Ő lett a siketlimpiák első magyar érmese. Büszke vagyok magamra, hogy ezt így sikerült elérni, csapatban meg egyéniben is, nem számítottam rá. A Nemzetközi Siketlimpiai Bizottságnak a 100 éves történetében most van először magyar elnöke, dr. Kósa Ádám EP képviselő személyében. Ő bár semlegesként volt jelen Erzurumban, a szeme csücskéből folyamatosan figyelte a mieinket. Valójában nagyon jó érzés volt látni a magyarokat. Az ICSD elnökeként természetesen semleges magatartást kellett tanúsítanom, de a szívem persze dobogott a magyarokért, akár a curling, akár a sakk meccsek alatt. És hogy hol állnak most a magyarok a siketsport világában? A magyar siketsport hasonlóan az olimpiákhoz és a paralimpiákhoz elsősorban a nyári sportágakban erős. Tenisz, lövészet, különböző vizes sportágak, ezekben mindig is erősek voltunk. A téliekben, téli sportokban nem. Most érkeztünk el oda, hogy már az érmekben is az első 10 közé tudtunk az éremtáblázaton kerülni. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak még van több keresnivalójuk. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke nem tudott személyesen jelen lenni Törökországban, de az interneten természetesen követte az eredményeket. A 2019-es olaszországi eseményre viszont szeretettel gondol vissza. Milánó fölött volt a téli siketlimpia, és ott lehettem a versenyzőkkel. Én még ilyen kedves, édes, egymás szerető, egymás támogató nemzettől, sportágtól, nemtől, kortól, függetlenül egymás szerető és segítő sportközösséget nem láttam életemben. 2027-ben rendezik a következő téli siketlimpiát, a nyári siketlimpia pedig jövőre, 2025-ben lesz Tokióban. Mi pedig drukkolunk nekik a jövőben is.